Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG-i tesztek. A mai videóban a méltán népszerű és általam is nagyon szeretett Typhoon GT-nkhez nézünk egy apró kis modot, vagy kiegészítőt, kinek hogy tetszik, hogy dripper üzemmódban is tudjuk használni a kedvenc kazánunkat. Nézzük meg közelebbről, és aztán megnézzük, hogy beüzemelés közben, illetve után mit látunk rajta. Nem viszik túlzásba a németek a csomagolást. Összesen egy ilyen kis, hát engem inkább a székletűrítő tégeire, vagy széklet mintatégeire emlékeztet, egy ilyen kis tégeiben érkezik a történet, ami nem is olyan sok darabból. Van egy alsó menetes részünk itt, egy ógyűrűs rész így a külső részen, illetve ez a felső rész. Van még itt egy külső palást. Pillanat. Következő rész, ez a külső palást. Ha jól megfigyeljük, egy, kettő termetes levegőlyukkal, 2 mm környékén van, ahogy én néztem. Itt alul pedig a The Dripper felirat, ugyanazzal a Typhoonnál már jól megszokott betűtípussal, illetve oldalt a Typhoonnal megegyező recézéssel. A következő pedig ez a felső záróelem. Pillanat, állítok a fókuszon. Tehát ez a felső záróelem, ugyanazzal a bordázással. Itt van egy levegőlyuk, még egy levegőlyuk vele szemben, ha itt látjuk, így át is látunk. Ez, hogyha két lyuk üzemmódban szeretnénk használni, ha pedig ennyivel elfordítjuk, akkor így egy levegőlyukkal tudjuk használni. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt kicserélni a gyári Typhoon GT-ről, hogy lehet átüzemelni drip üzemmódba. Amink van, az ugye alapesetben ez a felépítés, picit a fókusszal játszunk még, tehát ez a felépítés így. Más dolgunk sincs, mint ezt a palástot letekerni, és az itt található kazánpalástot kihúzni. Így né. Lehet látni, hogy itt nekem egy mikrokoil tekerés van benne. Előzőleg már szépen ki lett tisztítva. Ezt most nagyon nem is piszkálnám, annyira itt megtörlöm, mert van rajta egy kis folyadék. Hogy lehet ezt beüzemelni? Na, én azt javaslom mindenkinek, hogy az összeszerelés előtt a kapcsolódó ógyűrűket, azaz ezt az ógyűrűt, illetve ezt a lentit, ezt mindenképpen alaposan, vagy egy kis löttyel, vagy tiszta végével kenjék meg a későbbi nehézkes szétszerelést megelőzendő. Én ebbe belefutottam, nem szeretnék még egyszer. Aztán csak a csőfogó segít. Ha ezzel megvagyunk, akkor fogjuk ezt az elemet, és megnézzük, hogy melyik része a menetes. Hála Istennek ez. Ezt ide ráhelyezzük, és szépen összetekerjük. Egészen addig, amíg a kazántérben nem kerül egy síkba a külső perem. Látszik, hogy egy kis végé nekem kicsorgott, ezt
szépen föltörlöm. És ha ezzel megvagyunk, akkor elkészítünk bele egy vattacsíkot. A tekeréshez egy körülbelül ilyen hosszú, tehát ez egy ilyen majdnem tenyérnyi hosszú darabot kukacba összegyúrtam. Fogom a tekerést, és szépen belehúzom. Így. Elrendezgetjük a kukacot. Én úgy szoktam, hogy egy oldalra az egyiket, ha ezzel megvagyunk, akkor pedig megtöltjük, megitatjuk. Töltés után körülbelül így néz ki. Picit még lehet igazgatni a vatta szélén, ne lógjon ki semmiképp. Úgy. Ilyenkor még egy pici végét szoktam adni ide szintén az ógyűrűnek. A töbletet majd úgy is letörlöm. Úgy. És jöhet rá a feltét. Én úgy szoktam bepozícionálni, nekem úgy van beállítva, hogy a tekerésem merőleges pont erre a alsó levegőcsőre, tehát csak ide beigazítom. Rányomom, itt is látszik, hogy szépen pont keresztben van. Ráteszem a drip feltétet, bocsánat, ezt is egy picit előtte megkenem. Elég egy csepp is. Úgy összerakjuk, megtörölgetjük. Rátesszük a GT-ről a drippet, így néz ki, tehát a GT dripper. Az előbb összeszereltünk a dripperünket, nézzük, hogy hogyan tudjuk használni. Jelen felállásban most úgy néz ki a történet, hogy három darab levegő lyukon vagy furaton keresztül tud beáramolni a tekerésünkre a levegő. Az egyik az a gyári alsó, és itt van még ez a két oldalsó. Most alapesetben mind a kettő el van zárva, nézzük meg, hogy az alsó levegőzéssel mit tudunk belőle kipréselni. Megjegyzem, mindezt 1,5 ohmmal, és ehhez mérten mondjuk 3,6 volt feszültséggel. Gőzre ugyanaz körülbelül, mint a Typhoon GT, tehát a tankos verzióba. Nem is lehet ezen nagyon csodálkozni, hiszen el van zárva mind a két levegőzőjük oldalt. Annyi, hogy így kicsit kompaktabb, közvetlenebb a
az egész levegőszállítás, az alsó levegőzéstől egészen a drippig, tehát kisebb a kazánról szívjuk közvetlenül, nem egy hosszabb levegő csövön, melegebbnek érzem a gőzét. Nézzük most meg egy levegőző lyukkal. Hát ez már az a verzió, ami akár tüdőzésre is mehet, úgyhogy egy picit még ugye itt is tudunk játszani, hogy mennyire nyitjuk ki azt a levegőzőjukat. Én egy harmad részt nyitottam ki körülbelül, illetve még pluszban ott van az alsó. Már így is nagyon jó. Na nézzük akkor meg, hogy milyen az, hogyha teljesen nyitva van egy lyuk, illetve az alsó. Ezt arcban már nem is jó szívni, illetve én nekem így már inkább tüdőre kell nézzük meg úgy. Petyáros. Fú, és milyen jól adja az ízeket. Nézzük meg úgy, hogy a két nagy lyuk szemben teljesen ki van nyitva, illetve az alsó. Hello, Gergő, látsz? Ez az elmebeteg kategória. Na tényleg ez az a köd, vagy ahogy a feleségem mondja, füst, amit ő nem bír a lakásban megtűrni, illetve hát megtűr csak egy idő után, ami mondjuk ez az idő, ez 3 perc, nem lát. Se a tévét, se engem. Úgyhogy ezért nem szereti, én viszont meghalok ezért. Imádom. 6-os löty van benne, azt kell most tudni róla. 6-os málna, és 70-30-as VG-BG, és így produkálja ezt a gőzt, és végre ezzel vagyok úgy, hogy mit tudom is, én egy ilyen 5-10 percig használom, és akkor érzem kellemesen telítetnek magam, tehát nem érzem azt, hogy folyamatosan kéne szívnom. Most igen. Láttok? Jó. Na hát ezt még egyfajtaképpen lehet fokozni, ahogy a budapesti találkozón is megtettük a Mystic Hellfire-jével, amit Gergőn kívül senkinek nem javaslok ebből szívni. Én is majdnem meghaltam tőle. Hát elég borzasztó, mikor lefelé szívja az ember a csilit, és már ott rossz, mert szétszedi a torkodat, és akkor még tudod, hogy ki is kell fújni. Nem, nem. Ezzel a málnával, vagy gyümölcsel, vagy dohánnyal ki, hogy szereti, én inkább a gyümölcsöseket preferálom, ezzel nekem verhetetlen feltétje a GT-nek ez. Olyan fincsén kihozza a málnát, hogy rég éreztem már ezt a málna ízt, azt viszont tényleg érdemes szem előtt tartani, hogy mindennek ára van, ezért ha ilyen intenzíven használjuk, akkor érdemes ránézni, mielőtt megégetjük a vattánkat. Azt viszont jó róla tudni, hogy ezzel a
ezzel a kiképzéssel, és hogy ennyi wattát bele tudunk rakni, viszonylag nagy a puffere. Tehát én olyan másfél millilitert simán bele tudtam az elején tölteni, és utána, mit tudom is, én ilyen fél millilitereket után töltök. De ezzel a feltéttel nekem, hogyha intenzíven használom, akkor egy ilyen 5-10 percig nem kell azon aggódnom, tehát kvázi tankként tudom használni. Nekem nagyon tetszik ez a része is a dolgoknak, hogy nem kell folyamatosan azt nézni, hogy éppen 2-3 cseppet rácsöpögtetek, és utána 3-4 jó slukkon van, hanem rendesen adok neki likvidet, és aztán szívom 4-5 percig folyamatosan. Ez pedig a sima alsó levegőzés csak. Amin még én erőteljesen gondolkoztam, és a találkozón is erről próbáltam meggyőzködni a forgalmazót is, hogy szerintem akkor lenne az igazán frutti, hogyha a középső levegőzés az egy az egyben lezárható lenne, akkor még több likvidet tudnánk, szinte el tudnánk áztatni az egész kis drip kazánt, és akkor még közvetlenebbül csak kívülről kapná a levegőzést, mert hogyha mondjuk én ezt így megnézem, most mind a kettőt kinyitottam, illetve ott van az alsó is, megnézhetitek, hogyha én most megfújom, akkor honnan jön a legtöbb füst. Nem tudom, mennyire lehetett látni, azért jön lent is, tehát még azon el fogok vele játszani, hogy mi van, hogyha nem ezzel a single coil-lal, hanem duálban, nem középen van a tekerés, hanem a két levegő cső előtt, és akkor a két tekerés mondjuk ilyen egy 1,1 ohm környékén mit tud művelni, de hát látjátok, szóval most, amit mondtam nektek az előbb is, 1,5 ohmmal, illetve 1,5 ohm ellenállással, 3 levegőnyílással, amikor ilyen ködöt vagyunk képesek előállítani, akkor majd, hogy nem fölösleges azon gondolkozni, hogy ilyen 0,3 meg 0,4 ohmokkal játszunk, amikor üzembiztosan ezzel is megvan, nem nyírjuk az aksinkat, és mégis olyan ködünk van, hogy öröm nézni. Nézzük meg pro és kontra. Kontra. Nem tudom, hallottátok-e, a levegőnyílás az nálam kicsit fütyül. Nem probléma. És akkor itt vége is van a kontrának, mondom a prót. 1, 2, 3. Eldönthetjük, hogy hány levegőnyílással használjuk, kiki preferenciája szerint, illetve hogy éppen mit szeretné, használom 1-el is, 3-mal is. Teljesen jó kombinálható, illetve tudjuk variálni is, hogy mennyire nyitjuk ki. Nagy a puffer, az íz visszaadása az közelít a tökéleteshez, a gőzképzése, hát ezt meg mutattam itt egy pár slukban, hogy az elmebeteg. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek már van Typhoonja, ez a GT, vagy esetleg nem akarok a hazai forgalmazó ellen beszélni, de van egy kínai koppintása, azzal is tökéletesen kompatibilis ez a dripper feltét. Az ára lehetne egy kicsit barátibb minden esetre, de ettől függetlenül is nálam ez az ajánlott kategóriába tartozik. Örülök, hogyha tudtam segíteni. Sziasztok!